vendégeinkhez fordulok, és készültünk pár kérdéssel, és így ugye nem szeretnénk önzőnek tűni, hogy csak a kólának a gyakorlatát nézzük meg, ezért most így a meghívott vendégekhez fordulok, és azt szeretném kérdezni, hogy ti milyen erőforrás tervezést használtok a vállalatban elsőként? Ladies first. Köszönöm szépen. Sziasztok, Tokostari Szilvia vagyok, és a DS Sörgyáraknak vagyok a commercial, tehát a kereskedelmi szervezetének a business partnere, és nagy örömmel látom, hogy a multi hagyományaink hasonlóak, hiszen az erőforrás tervezés nálunk is egy 3 éves stratégiai tervvel indul, ami üzleti terv, és 3 évre előre határozza meg azt, hogy a sörgyár milyen módon kíván versenyezni a piacon. Ebben az új termékeken keresztül minden üzleti kihívásnak valamiféle válaszát megadjuk, és mi ezt évente csináljuk. Tehát 3 évre tervezünk, és minden évben 3 évre előre tervezünk. Ezen túlmenően pedig minden évnek megvan a saját, mi úgy hívjuk, hogy integrált aktivitás terve, ahol lehet látni, hogy ez a bizonyos 3 éves stratégia abban az évben mit jelent. Ezt leginkább HR business partnerek értjük jól, hogy adott esetben milyen szervezeti változásokat, milyen capability-t, képességeket, és ebben én nem csak képzésfejlesztést értek, hanem értek ez alatt folyamatokat, értek ez alatt olyan akár új felvételeket, tehát új tudásbehozatalát a vállalatba, ami biztosíthatja nekünk, hogy ez a bizonyos 3 éves terv évente meg tudjon valósulni. De ez tulajdonképpen mi 550-en vagyunk, tehát egy jól átlátható szervezet egy gyárral, ezt stratégiai szinten tudjuk jól értelmezni a vezetőinkkel közösen. De ezzel párhuzamosan nekünk minden évben, és aztán mindjárt befejezem, de nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy nekünk van egy bottom-up tervezésünk is. Ami azt jelenti, hogy minden vezető a saját területére vonatkozóan, minden év nyilván ismerve a stratégiai célokat és az éves tervet, maga is azon gondolkodik, hogy a szervezetét hogyan alakítsa, milyen változásokra van szüksége. És mi, nekünk a legnagyobb feladatunk tulajdonképpen ez az éves tervezésekben, hogy ezt a bottom-up, alulról jövő, és mi emberenként tervezünk, tehát minden pozíciót megtervezünk, minden szervezeti változásban próbálunk gondolkodni, amennyire lehet, hogy ezt a bottom-up tervet a stratégiai terveinkkel összeharmonizáljuk. Én akartam a sor végén jönni, mert én Szilágyi Ákos vagyok, és az Unión biztosítónak vagyok a HR business partnere. Ugye a biztosítók pénzügyi szektor, tehát egy kicsit máshogy folyt a tervezés, vagy folyik a tervezés néhány dologban, mint a gyártó és értékesítő cégeknél. De nálunk is egy ilyen 3 éves tervezési ciklusok voltak általában. A 3 év ez viszonylag egy gyengébb kereteket határozott meg, és inkább az éves tervezés volt mindig nagyon lényeges. Kivéve most az Unión biztosítónak a tulajdonosa a Vienna Insurance Group egy olyan döntést hozott, hogy Magyarországon neki 3 biztosítója volt, és 3 biztosítót merge-öl, tehát összeolvasztott, és így ez a 3 éves tervezés tulajdonképpen fajsúlyos lett az éves tervekhez képest, természetesen azért ez a kettő mindenképpen harmóniában van. Mi jellemzően úgy terveztünk, hogy a vezetők kerültünk le, és a vezetők tudták elmondani, illetve kellett nekik bizonyítani. Először ők ismertették velünk, hogy milyen üzleti terveik vannak, ehhez milyen emberi erőforrás igényük van. Azt is kellett nekik bizonyítani, vagy hát ez csúnya szó, hogy bizonyítani, de el kellett mondani, hogy erre van nekik erőforrásuk, vagy lesz forrásuk, hiszen biztosításnál van egy úgynevezett technikai eredmény, ami nagyon fontos, hogy ugye nem lehet drágább maga ez a biztosítási termék vagy termelés, mint amilyen a bevétel lesz, és erre mindig nagyon oda kell nekünk is figyelni. Amit mi észrevettünk, és amiben mi is próbálunk javítani, az, hogy egyrészt csak a vezetőket bevonni a tervezésbe, workshopok nélkül, az nagyon veszélyes. Egyrészt azért, mert a workshopokon ott kiderülnek azok, hogy ők is úgy terveznek, hogy az egyik egység nem veszi figyelembe a másik egységnek az emberi erőforrás terveit, és ott igen nagy elcsúszások lehetnek. Tehát mondok most egy példát, hogy az egyik üzletágunk, ez a kötelező biztosítás, ez nagyon sok mindenki találkozott már vele, nagyon nagy üzleti tervet tervezgetett magában, hirtelen elő is állt, de például a kiszolgáló egységek erre nem tudtak felkészülni időben. Tehát a tervezésnél mindig nagyon kell nekünk is figyelni, hogy legyenek
legyenek workshopok, és ezek tényleg tartalmiak legyenek. Másrészt pedig azt is kell, hogy ne csak a vezetők legyenek bevonva. Nálunk nem a tehetségekre, hanem az úgynevezett expertekre vagy szakértőkre koncentrálunk, de valószínű, hogy a szakértői körön kívül is be kell vonnunk a munkavállalókat ezekbe a tervezési folyamatokba, hogy pontosabb adataink legyenek. Köszönöm szépen. Hajnal Géza vagyok, az X-Trite vezetési tanácsadó cégvezetője. Azért gondoltam, hogy végén legyek, mert ugye mi erőforrást inkább segítünk tervezni ügyfeleinknek. Közép-Európában kb. 90 ügyféllel dolgozunk. Néhány hete volt egy elég komoly vitám egy vezérigazgatóval. Ültünk az irodájában, és mondom, hogy ennek a cégnek egy problémája, hogy nincsen stratégiája. Ez egy nagy nemzetközi cégcsoport. És erre elég jól felhúzta magát, és kirántott a fiókból egy ilyen 300 oldalas anyagot, és szó szerint így odavágt az asztalra, ez a stratégia. És mondom, hogy ezt értem, csak két problémát ezzel látok, hogy én beszéltem mondjuk 50 emberrel a szervezetből az elmúlt hónapokban, és kérdeztem, hogy mi a cég stratégiája, és hogy három választ kaptam nagyjából, hogy az egyik az, hogy nincs stratégiánk, a másik az, hogy van, de az egy ilyen bullshit, tehát tudjátok, ez az általános semmitmondás, vagy mondtak valamit, de az annak semmi köze nem volt. Tehát nagyon sokféle különböző dolgot mondtak. Ez egyik probléma, hogy az emberek fejében kellene, hogy legyen a stratégia, és nem a fiókban. De itt már elgondolkodott azért a vezérigazgató. A másik probléma pedig, mondtam, hogy szerintem az a gond, hogy nagyon sok mindenről szó van ebben a stratégiában, de a legfontosabb stratégia erőforrásról nincs egy betű sem. Tehát az emberről. Mert hogy eszköz, meg anyag, meg pénz, meg stb. Ez fontos. Úgyhogy újra kellett húzni. Azért mondtam ezt a példát, mert hogy óriási szórást látunk abban, hogy ki hogyan közelíti meg ezt a kérdést. Vannak olyan ügyfeleink, ahol abszolút létszámtervezésben kimerül a stratégiai HR tervezés. Ott sem túl hosszú idő, néhány hétre előre gondolkodnak csak. És vannak, akik úgy látom, mint ti is például, és ti is profin közelítitek meg ezt a kérdést több évre előre. És igen, a szervezettel kell kezdeni. Mi mindig mérjük azt, hogy mennyi a koordinációs veszteség, ami abból adódik, hogy rossz a szervezet, rosszul van felépítve, meg rosszak a folyamatok, és ez brutális ez a szám. Tehát a legjobb cégeknél is 30-40% elég gyakorlatilag belső koordinációs veszteségben. De van olyan ügyfelünk, ahol ez 90% felett van. Most azt képzeljétek el, hogy az összes ember összes munkájának csak 10%-a, ami effektív végül kijut a piacra mondjuk egy termék formájában. És a szervezethez meg nem mernek nagyon hozzányúlni. Mi azt szeretjük, hogyha azt mondjuk, hogy új év vagy új időszak, akkor tiszta papírral üljünk le, és kezdjük az előről, felejtsük el a mostani szervezetet. De valójában nem így szokott lenni. A stratégiai workshopok azok úgy szoktak kezdődni, hogy mentsük el a tavalyi dokumentumot ugye 2017-ről 2018-ra, és akkor kezdjünk onnan, hogy business goals, és akkor így megyünk. Szerintünk ez egy nagyon rossz megközelítés. Egy konkrét példa, egy közép-európai agrárélelmiszer cégcsoportnak a HR transformációját vezettem az elmúlt két évben, és ott egy nagyon nagy gondolattal azt gondoltuk, hogy ha már lúd legyen kövér, és 10 évre készítettünk tervet. Igazából 9 különböző kategóriában soroltunk be minden munkaerőt, a betanított munkástól egészen a felső vezetői szintig, és mindegyikhez csináltunk egy kockázatelemzést, hogy hol, milyen területen várható kritikus helyzet, és ezeket elég jól be tudtuk azonosítani, és ezekre végül is megalkottunk 12 programot. Ebben nyilván van utánpótlásprogram, van tehetségprogram, ezzel most nem mutatlak benneteket, klasszikus, csak hogy érdemes ezt hosszabb távon megfogni. És amire rájöttünk, hogy a szakmát valahol már általános iskolában elkezdik a gyerekek már így orientálódni, tehát ott kell már őket terelni abba az irányba, amit a ti cégetek képvisel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
A következő kérdés az az lenne, hogyha a selling story-ként egy mondatot kellene mondani, hogy milyennek az előnye azok a cégek számára, akik még ezt nem csinálják, ezt a stratégiai humán erőforrás tervezést, akkor mi lenne az? Akkor indulom a Stimmel-Géza, jó? Hát erre nagyon könnyű válaszolni, mert hogy két nagyon hasonló céggel dolgoztunk együtt az elmúlt időszakban, akik pénzügyi szolgáltatások közvetítésével foglalkoztak, mint broker, és hogy ugyanazon a piacon, ugyanazzal a feltételrendszerrel dolgoznak, nagyjából ugyanazzal a létszámmal. És ugye amikor megkeresnek minket, mindig van egy cél. Az egyik cégnek az volt a célja, hogy segítsük az európai terjeszkedésüket, a másik cég pedig azzal keresett meg bennünket, hogy hogyan tudnák a csődöt elkerülni, ami már látszott, hogy nagyon, nagyon közel van. És azért meglepett minket, hogy minden ugyanaz. Tehát a piac, a termékek, a jutalékok, minden. És hogy lehet ez? És amikor kezdtünk belemenni, akkor valahol itt kötöttünk ki, hogy van HR stratégia, vagy nincs HR stratégia. Tehát tudnak előre gondolkodni, vagy nem. Na, összefoglalva az előnye azt, hogy ha ezt jól csinálja egy szervezet, és foglalkozik a szervezettel, a képességekkel, persze a létszámmal is, de azzal is, hogy mit inszorszoljunk és mit outsourcoljunk, akkor ebből egy sikersztori lesz. Hát ezt el kell adni, de néha mutatunk ilyen kudarc sztorikat is, és akkor megértik az ügyfelek, hogy miért érdemes foglalkozni ezzel. Én két dolgot mondnék. Az első, ami rögtön eszembe jutott, az, hogy azért, mert az üzlethez van kötve. Tehát a HR önmagában bármilyen stratégiai tervet alkothat, és őszintén szóval én, amikor így hallgatom, hogy HR stratégiai tervezés, azon gondolkodom magamban, hogy nekünk milyen tervezésünk is van, üzleti tervezésünk van. Tehát ugyanolyan tényezőként látjuk az embereket, a folyamatokat, a szervezetet, mint amilyen a beruházás, vagy mint amilyen az innováció, vagy az új termékfejlesztés. Tehát én az elsődlegesként ezt mondanám, hogy úgy tudom kötni a HR tervezést, egyáltalán a létét, vagy az igazoltságát, hogy ez az üzleti célok elérését kell, hogy támogassa, és ilyen módon különben igazolja is az összes olyan HR iniciatívát, mint például a talent management-ben tett összekezdeményezésünket, és az ezzel járó költségeket is, hiszen hosszú távú célokat szolgálunk. És volt még egy gondolatom, de az most elveszett, úgyhogy átadom. Én azt látom előnynek mondjuk ennek a 3 éves tervnek is, hogy rengeteg mindent nem látunk, ez mondjuk önmagában nem előny, de az, hogy legalább próbáljuk megtervezni, ami megtervezhető, mert rengeteg minden tervezhetetlen, tehát akkor ezekre egy kicsit jobban fel tudunk készülni. A másik meg ez a pénzügyi szektorban szerintem egy eléggé nagy mítosz az, hogy nagyon kiszámíthatatlan a környezet, vagy nagyon sokszor változik nagyon sok minden, és erre a mítoszra sok mindent ráhúzunk, tehát legalább ezzel a tervezhetőséggel próbáljuk egy kicsit ezt a mítoszt csökkenteni. Jó, ennyi. Megvan még egy gondolat, hogy mondjam. Mert hogy olyan könnyű úgy beszélni arról, hogy stratégiai tervezés, leülünk, workshop van, kitalálunk egy új célt, kitalálunk esetleg egy új szervezetet, új képességeket, de hogy alapvetően egy élő vállalatban dolgozunk, amit változtatni sem olyan könnyű. És én azt gondolom, hogy ezeknek a hosszabb távú terveknek a szervezet szempontjából azért van jelentősége, mert egyrészt tényleg nagyon sok minden történik egy-egy év, egy-egy hónap, vagy akár napok alatt, ami el tudja csúsztatni ezeket a célokat egy probléma megoldás irányába. De hogyha egyrészt van egy ilyen célunk, akkor sokkal inkább követhetővé válik, hogy tulajdonképpen mit is akarunk elérni ezzel a szervezettel, és ugye a why, az pedig az üzleti stratégiában van benne. Másik oldalról pedig nem is olyan könnyű rövid távon változtatni, tehát kitalálunk valamit, de amíg egy szervezetet föl tudunk húzni egy új működésbe, és itt még nem is csak feltétlenül kultúráról beszélek, de bármilyen változtatás véghezviteléhez, hogy ez az elkötelezettséget segítse, és ne ellene dolgozzon, az sem könnyű. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen mankó nekünk arra, hogy hosszabb távon milyen célokat is követünk, és tudunk döntéseket hozni, tudunk kezdeményezni, és mindig le tudjuk csekkolni, hogy jó irányba haladunk-e.
Köszönöm. Még egy gondolat eszembe jutott. Valaki látta a Méri Katának az előadását Vandáról? A mesterséges intelligenciának a... Hallottátok? Szóval, hogy ő most képes 72 ügyfelet kiszolgálni, ugye a call centerben, egyidejűleg. És Vandának van még pár jó tulajdonsága, hogy ugye sosem betegszik meg, nem demotivált, ugye, nem cigarettázik, nem kell ebédelnie, nincs szabadsága, éjjel-nappal dolgozik, nem fárad el, stb. Tehát, hogy végül is a humán erőforrás egy nagyon különleges erőforrás, mert rendelkezik ezzel az összes problémával, viszont borzasztóan kreatív. És hogyha valahol ezt megérti egy cég vezetősége, hogyha ezzel nem tervezünk stratégiai szinten, csak az eszközökkel, meg az alapanyaggal, akkor nagyon könnyű őket már bevonni, és akkor egy közösen mellé lehet hozni egy jó stratégiát. Könnyű eladni onnantól kezdve. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdés következik az interaktív rész előtt. Azt szeretném kérdezni, hogyha az üzletre gondoltok, akkor miben fogalmaznátok meg a kihívást? Mi a nehézség, akár az üzlet oldaláról, akár a HR oldaláról, a stratégiai humán tervezéssel kapcsolatban? Most kinek adhatom a mikrofont? Tehát amit én most így kihívásnak érzek, az, hogy amire még nincsen módszertanunk, vagy én legalábbis nem láttam, hogy az embereknek az attitűdjét nem tudjuk előre nagyon látni és tervezni, és illetve biztos tudjuk alakítani, és szerintem ezt kell valahogy belevonni ebben, mert ha látjuk az erőforrást, látjuk a skilleket, látjuk a kompetenciákat, akkor is a különböző munkavállalók attitűdje és azok hogy kapcsolódnak egymáshoz, ezek teljesen felülírhatnak üzleti terveket is, vagy akár félre is vihetnek, tehát szerintem valamennyire erre is kell koncentrálnunk, és ezért lenne jó, hogyha minél jobban be tudnánk vonni ilyen bottom-up módszerrel a munkavállalóknak a legnagyobb körét. Igen, én is valami ilyesmit fogalmazok magamban, amikor próbálok erre válaszolni, mert a stratégiai tervezés alapvetően jó. Tehát, hogy jó lehet, ugyanakkor, ha arra gondolok, hogy a mi iparágunk nagyon gyorsan változik, a piac is nagyon gyorsan változik, a verseny is éles, a második leggyorsabban forgó termék a sör a kosarakban. Tehát, hogy annyi minden változik nagyon rövid idő alatt, hogy egyrésztről, ha nagyon előre tekintünk, és nincs egy adaptivitásunk abban, hogy a prompt problémákat is megoldjuk, akkor az a vád érhet minket, hogy nem vagyunk praktikusak, és nem segítjük az üzlet működését. Másik oldalról meg néha nekünk kell elengedni bizonyos dolgokat, és látva, érezve, érzékelve a tendenciákat, a piaci folyamatokat, a munkaerőpiaci helyzetet, amire már utaltunk itt, bizony 3 év sokszor, vagy többször túl hosszúnak tűnik ahhoz, hogy jó válaszokat tudjunk adni. Köszönöm. Szerintem az egy nagyon jó helyzet, hogy munkaerőhiány van, ezzel biztos nem leszek most így népszerű, hogy ezt mondom, de valahol rákényszerített minket is arra, hogy a vevői pozícióból eladói pozícióba kerüljünk, és megtanuljunk eladni céget, munkahelyet, munkakört, stb. És a vezetők is megértsék azt, hogy nekik milyen felelősség van megtartani az embert. Szerintem ez jó. Munkahiány igazából nincs, csak meg kell fizetni az embereket, és jól kell őket tartani. És szerintem ez is jó, hogy emelkednek a bérek. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy tök jó tendencia. És rákényszerít minket egy csomó dologra, hogy hatékonyabban csináljuk, hogy automatizáljunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogy így alakult. A kihívásokkal meg abszolút egyetértek, hogy nagyon sok bizonytársági faktor van, és amikor azt mondja egy vezető, hogy de hát francsa tudja, hogy mi lesz 3 év múlva, akkor azt mondom, amit Ákos mondott, hogy oké, de legalább legyen egy tervünk, hogy merre indulunk el. Aztán majd lehet, hogy elindulunk Bécs felé, és akkor Győrnél elkanyarodunk mégiscsak Pozsony felé, de hogy legyen már egy irány. És ezzel azért általában egyet lehet érteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a válaszokat. Az is elhangzott a mai nap folyamán, hogy a HR közösség az Magyarországon ugye nem annyira összetartó, nem annyira networkölő, ez nagyon szép magyar szó volt, nem nagyon networkölünk.
Én, amit itt tapasztaltam, és szeretném megköszönni a kollégáknak azt, hogy elsőszorra nagyon rövid idő alatt partnereink voltak, és egyébként még a Gézával működik egy HR tudás megosztó közösség is, tehát hogy én mindenkit arra biztatok, hogy aki érzi magában azt, hogy van igénye a HR-en belül, az országon belül kicsi ez a piac tudást keresni vagy megosztani, akkor rajta, mert én azt gondolom, hogy nagyon sok okos, kreatív és nyitott HR-es kolléga van, úgyhogy én egy nagy tapsot szeretnék kérni a vendégeinknek, és köszönöm, hogy eljöttek.